Köszönöm szépen, szervusztok! Nekem három kisiskolás gyermekem van, akiket nagyjából 6 éves korukban fogadtunk körökben. És hogy társadalmi érdeket szolgálunk-e ezzel, ez tulajdonképpen teljesen mellékes. Hát én azt hiszem, hogy azok, akik gyereket szülnek, vagy akik örökbe fogadnak, azok valami egészen más igény vagy motiváció mentén fognak szülni és örökbe fogadni. Ezek sokkal emberibb motivációk, vagy lelkibb motivációk, és az, hogy emellettük érdeket szolgálnak-e, ez a szándék szempontjából mellékes, de abból a szempontból, hogy az ő életük hogyan lesz könnyebb, vagy ez az örökbefogadás, vagy ez a családi lét hogyan lesz valóban boldog és kerek, abból a szempontból meg nem mindegy, hogy a társadalom ezt hogyan támogatja. Mi pillanatnyilag egy olyan státuszú család vagyunk, mint bármelyik másik 3 gyerekes család, és ez jól is van így. Tehát semmilyen, sem pozitív, sem negatív megkülönböztetést nem szeretnénk kapni, sem finanszírozás belét, szóval ne nézzenek ránk másképp, mint bármelyik más gyerekes családra. Legyünk ugyanolyan önállóak, ugyanúgy hozhassunk önálló döntéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan nevelünk gyerekeket, hogy hol járjuk iskolába, és hogy hogy élünk. Ez jó. Amiben nekünk kevesebb nehézségünk lenne, az furcsa módon nem az, amiben minket most ér, hanem az az azt megelőző időszak, mielőtt egy gyerek bekerül egy családba. Tehát ott kéne, hogy a gyerekvédelmi rendszer az sokkal ügyesebb és sokkal hatékonyabb legyen. Tehát még mielőtt örökbefogadás történik, azelőtt ezeket a gyerekeket életkoruktól függően fog nőni ennek a mennyisége, nagyon sok sérelem éri a gyerekvédelem rendszerén belül. Első sérelemnek mondhatjuk azt, hogy miért emelték ki őt a családjából. Ez valóban jogos volt-e, valóban szakszerű volt-e, tényleg nem lehetett volna a családot ott megsegíteni, még a vérszerinti szüleivel együtt. És hogyha kiemelték, akkor ez hogyan történt? Teljesen mindegy, hogy milyen életkorban egyébként, hogy nem engedték őt hazavinni a kórházból, vagy egyszer csak megszűnt a lakhatásuk, és a szülők elmentek egy szállóra, a gyereket pedig elvitték. Mi történik utána egy gyerekkel, és az mennyi ideig tart? Úgy hívja a gyerekvédelem az örökbefogadást, hogy a végleges sorsrendezés, és ez nagyon szép szó, de ezek alapján én pontosan tudom, hogy a gyerekvédelem rendszere is tudja, hogy ameddig el van szakítva a családjától, de nem fogadható örökbe, addig ő lóg a levegőben, az ő sorsa rendezetlen. És az, hogy ez mennyi ideig tart, az nagyon nem mellékes. Ez ma Magyarországon évek. Az én 3 gyerekem esetében ez nagyjából 3 év volt. Az ő életükből 3 év telt úgy, hogy egyikük elfelejtődött egy csecsemő otthonban, másikuk egy alkalmatlan, de egy picit erősebben mondom, hogy értsétek, egy bántalmazó nevelőszülőnél élt. A 3. gyerekem pedig nem kapta meg azokat a segítségeket, amivel ő teljes életet élhetne, és amivel ő neki ma könnyebb lenne a létezése. És a 3. dolog pedig, amivel sokat segíthetnének az örökbefogadó családoknak, az az, hogy az az időszak, amíg a gyerek a gyerekellátásban él, ameddig állami gondozott, mert ezt a szót manapság nem szeretik használni, de mégis így van, az időszak nincs gondosan dokumentálva. Nem lehet tudni arról, hogy őt miért emelték ki a családjából, ez hogy történt, akkor ő hogy volt, hogy hónapról hónapra ő hogyan változott, hogyan fejlődött, hogy ő hogy élt. Ez nem az a kíváncsisággal mondatja ezt velem, hogy erre szükség lenne, mert ez olyan izgi, hanem az, hogy valódi segítséget kaphasson aztán később a szüleivel együtt, abban, hogy mik az ő hiányosságai, hol kéne neki extra segítséget kapnia. Az állami gondozott gyerekekből, tehát akik úgy maradnak, azokból nagyjából állami gondozott felnőttek lesznek. És mint ilyenek, azok egyrészt nem kedves részei a társadalomnak, ugyanakkor rosszul gondozzák őket, de mégis drágák, és mindenféle statisztikába bezavarnak, meg az utcaképbe is. Ezt gondolom értitek mindnyájan, miről beszélek. Tehát ilyen módon
társadalmi szerepvállalás az, hogy a gyerekek családban nőjenek föl, hogy végleges sorsrendezésük történjen meg. De ahhoz ez a három dolog, amit felsoroltam, a valódi jogos kiemelés, a jól tartás a gyerekvédelmi időszak alatt, a szakmai időnök jól tartás, és a pontos dokumentáció az nagyon szükség lenne. Köszönöm. Amikor már hozzátok kerültek a gyerekek, arról az időszakról szeretnék kérdezni, szóval meg lehet-e mondani, hogy a hozzátok kerüléstől számítva mennyi idő telt el, amíg ez az igazi sorsrendezés megtörtént, amíg mindenkiben megtörtént a sorsrendezés, illetve hogy ebben az időszakban mit volt a legnehezebb legyűrni, átalakítani, megszokni bennük? Hát családdal kellett válni. Vagy mennyi idő volt? Nem tudom, hogy mennyi idő volt. Nagyon sok apróság történik, amikor egy gyerek kerül egy családba, akár születik, akár kerül. És a nagyon sok apróság, meg nagyon sok apró újabb helyzet, az annyira le is köti a figyelmet, hogy nagyon nehéz ezeket így meglátni. Tehát nem volt egy ilyen pillanat, hogy... Nem volt pillanat. Amiben nagyon ügyesnek kellett azt hiszem lenni, az, hogy nem nagyon-nagyon gyorsan el kellett azt engedni, hogy valamiféle sajnálattal, meg haraggal tekinteni arra, hogy nekik nehéz sorsuk volt. Az egész egyszerűen az őket nem segíti, plusz az én figyelmemet, a mi figyelmünket elveszi, és beleragasztja őket abba a fura helyzetbe, amiből jöttek. Tehát ebben kellett tudatosnak lenni, és utána meg hát egyszerűen szóval, hogy csinálni kellett. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szóval.